Ismét hazai pályán játszotta az alakerámi az ETL KK férfi kosárlabda csapata. Az ellenfél az Arkonik Alba Fehérvár együttese volt. A vendégek kezdték jobban a találkozót, és a rossz zalai rajt az egész félidőt meghatározta. Az első játék részben megérdemeltem vezetett 30-39-re az Alba. A nagyszünet után váltakozó sikerrel folyt a küzdelem, a hajrában rossz döntéseket hoztak a házigazdák, míg a fehérváriak pontosan fejezték be támadásaikat, és végül 76-70-re nyertek.